Az UTE Taekwondo szakosztály és a magyar VTF Taekwondo egyik olimpiai kvalifikációra legesélyesebb versenyzőivel, Füredi Rebekával és edzőivel készítettünk egy összeállítást az eddigi eredményekről, felkészüléséről, a jövőről és természetesen a tokiói olimpia esélyeiről, a lehetőségekről. Mai vendégünk tehát Füredi Rebeka. A taekwondót kiskoromban kezdtem, 7 éves koromban. Sok sportot kipróbáltam előtte, de egyik se lett ilyen nagy szerelem, mint a taekwondó. Az elért eredményeimhez nagyon fontos volt a megfelelő felkészülés. Ezt a magas edzésszám mellett az edzőim támogatásával is sikerült elérnem. A heti 7-10 edzés mellett nagyon fontos volt a mentális készültségem is. Amikor junior Európa bajnok lettem, nagyon szerettem volna aranyéremmel hazatérni. Bár akkor Breznai Ágnes az edzőm nem tudott velem lenni. Tartottuk a kapcsolatot folyamatosan üzeneteken keresztül, és ő is nagyban segített, hogy el tudjam érni azt az eredményt. Sokat jelentett, hogy számíthattam rá. A jövőben szeretnék kijutni a világbajnokságra, és onnan lehetőleg egy éremmel hazatérni. 2020-ban pedig szeretnék kijutni az olimpiára. Rebeka stábunkat is meginvitálta egy bemutató edzésre, ahol megtapasztalhattuk félelemetesen gyors lábtechnikáit és kombinációit. Rebeka most már 7. éve edz nálunk az Újpestben. Előtte, amikor utánpótlás válogatott edző voltam, akkor figyeltem rá, hogy rendkívül tehetséges, és később el tudtuk kezdeni klubszinten is a közös munkát. Minden nap 2 edzést végez, többen foglalkozunk vele, Juhász Attila kollégámmal együtt végezzük a felkészítését. Az edzés programot azt úgy állítjuk össze, hogy délelőtt vannak a kondicionáló tréningek, délután pedig a küzdő, illetve a küzdő technikai tréningek. Rebeka nagyon szorgalmas sportoló, nagyon tehetséges sportoló. Reményeink szerint idén a világbajnokságról egy éremmel tér haza, és hát a célunk az pedig a 2020-as olimpiára való kijutás. Rebeka junior Európa bajnok, és a világranglistán való helyezése kapcsán a klub és a szövetség vezetése reális esélyt lát a kvalifikációs versenyeken való szereplésre, és ezen keresztül az olimpiára való kijutásra. Gratulálunk és sok sikert kívánunk céljai megvalósításához!